aki fejezéstelen. 1972. júniusában egy nő megjelent a Cedars-Sinai kórházban egy vérrel borított köntösben. Ez nem is lenne annyira meglepő, mivel az emberek gyakran szenvednek balesetet, és a legközelebbi kórházba sietnek orvosi segítségért. De amikor meglátták a nőt, két dolog is volt, ami arra késztette az embereket, hogy hányjanak, vagy elszaladjanak a rémülettől. Az első az, hogy nem volt teljesen ember. Inkább egy próbapapára hasonlított. Jó volt a kézügyessége, és úgy mozgott, mint egy normál ember. De az arca üres volt, mint egy próbababáé, nem voltak szemöldökei, és ki volt sminkelve. Egy kis macska szorult be az állkapcsába. Így láthatók voltak a fogai, s vére spriccelt a köntösére a padlóra. Aztán kiúzta a szájából, eldobta, majd összeesett. Attól a pillanattól, amikor belépett a bejáraton, egy kórházi szobába vitték, és feltakarítottak, mielőtt előkészítik a nyugtatáshoz. Teljesen nyugodt volt, kifejezéstelen, és mozdulatlan. Az orvosok úgy gondolták, hogy az lenne a legjobb, ha bent tartanák, amíg a hatóság megérkezik. Nem tiltakozott. Semmilyen módot nem tudták rávenni, hogy válaszoljon, és a személyzet többsége rosszul érezte magát, amikor egyenesen ránézett, több mint egy pár másodpercig. A második az, hogy a személyzet megpróbálta megnyugtatni, de óriási erővel harcolt. A személyzet két tagjának le kellett szorítania, ahogy a testével mozgott az ágyon ugyanazzal az üres kifejezéssel. Amint így cselekedett, a doktornő felsikoltott a rémülettől. A nő szájában nem emberi fogok voltak, hanem hosszú, hegyes fogok. Túl nagyok voltak a szájához képest, ezért nem tudta rendesen becsukni sérülés nélkül. Az orvos ránézett egy pillanatra, mielőtt megkérdezte: mi az ördög vagy? Megroppantotta a nyakát, a vállára hajtotta. Az orvost bámulta, és még mindig mosolygott. Nagy csend volt. A biztonsági őröket riasztották, amit végig a folyosón lehetett hallani. Mihelyst az orvos hallotta, hogy közelednek, a nő felugrott, a fogait az orvos torkába szorította, kitépvén a torkát, és hagyva, hogy földre hulljon. Levegőért kapkodott, ahogy a saját vérében fuldoklott. A nő felállt, az orvos fölé hajolt, az arca veszélyesen közel került az orvoséhoz, mihelyt az élete lepergett a szeme előtt. A nő közelebb hajolt, és a fülébe suttogta: én vagyok Isten. Az orvos szemei félelemmel voltak tele, amint nézte a nőt. Nyugodtan elsétálni. A biztonsági őrnek köszönt. Az utolsó látványa az volt, ahogy a nő egyesével eszi meg őket. A doktornő, aki túlélte ezt az esetet, a nőnek a kifejezéstelen nevet adta. Soha többé nem látták a nőt.